múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, menj görög, ezt fénynek szerelem. Látom, hogy elsuhan felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, míg ő landol egy almafán. Az Isten kertjében alma volt, mint halál. Még tovább bered az égben, a számok foltos indián lován. Egy tátos szívre meg a ponyva késben, talpam alatt sár és indovány. Az út a szüntelen, őt látom mindenhol. Mellette nézek a távolba, otthonom tőpokol. Szilánkos mennyország, folyékony torztükör, Szent János bogara, fényében tündököl. Foltos indián lován, egy házos szívre meg a ponyha késben, talpam alatt sár és ingovány. Az út a szüntelen, őt látom mindenhol. Mellette nézek a távolba, otthonom kőpokol. Szilánkos mennyország, folyékony torztükör, Szent János bogara, fényében tündököl. Egy indiáni vér kísért itt bennem, szent híjaim rózsdás szent fedő. Tündököntől fenn a fellegekben, húgáját elejti egy angyalszányú kígyó bűvölő. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, menj görög, ez tényleg szerelem. Ez tényleg szerelem? Hú, de ez bizonyám és szerelem, kérem szépen. 13 éve szeretem ezt az asszonyt, és elgondolkoztam rajta, hogy mit szeretek én ezen az asszonyon. Soroljam? Akkor reggelig itt ülünk. De na, hogyha én szépen teszem föl ezt a kérdést, hogy én mit szeretek rajta? Édesem, én már tegnap este megmondtam a kedves rádió hallgatóknak, hogy okos vagyok, szép vagyok, izmos vagyok. Mesét mondtál, édesem, én azt hittem, hogy ezt másra hagyod. És akkor nézzük meg, hogy ki telefonál. Halló, tessék, Merci Rádió. Jó estét kívánok. Halló. Jó estét kívánok. Tessék parancsolni, Miki vagyok, csókolom, Merci Rádió. Balogh Tünde, Mikikém. Nagyon nagy szeretettel. Balogh Tündi, anya. Csókolom. Szia, 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 szia. De nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket és a kedves rádió hallgatókat. Ugyan most mentetek le, de viszont szeretnék, ki is írtam, hogy szeretném tőletek kérni a Zsamore Amore című dalt. Aha, mert talán tetszik neked a dal, mi? De ha már itt van a Tündike, nem lehetne egyszer összekötni a kellemest a hasznossal, és akkor megkérdezni tőle, hogy hol járt, hol lépett föl? Na, hát akkor Tündi, kihasználjuk a lehetőséget?
Természetesen itt vagyok, csak csúszásban van ám a jó, telefon és jó, édesem, akkor légy szíves, halkítsd le a gépedet, vagy menj el a géptől távolabb, légy szíves, jó? Jó, rendben. Na, akkor tisztán hallasz minket? Természetesen. Akkor most bekonferálok. Hölgyeim és uraim, a vonal másik végén Balog Tünde. Nem tudom, hogy mond-e önöknek ez a név valamit, mert én nekem igen. A minap nagyon sok dalt lejátszottunk tőled, és nagyon tetszett a kedves rádió hallgatóknak. Na most, Tündikém, biztos tudják a hölgyek, urak, itt a rádió másik felén, hogy kiről van szó. Először is meg szeretném tőled kérdezni, hogy mi van veled, hogy vagy? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon fáradt vagyok. A picinyekkel most alszanak, úgyhogy leszakad a derakam, és azért van munka is, és a picik nagyon lefárasztanak. Már ne haragudj el, milyen picik? A két picike unokáim, nem az enyémek. Iker picike unokám van, ezt nem tudom, hogy tudják-e a kedves rádió hallgatók. Most már igen. Két hónaposak, azért mondom mindig, hogy fáradt vagyok, és nagyon ritkán tudok följönni hozzátok. A múltkor fönt voltam. Nagyon örültünk nagyon neki. Tett a műsorotok, és mondtam, hogy nem tudok tőletek elszabadulni, pedig már éhesek voltak itt. Igen, emlékszem rá. A kis manókák, mert megébrednek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy átok találtam, és írtam már nektek, hogy igaz, hogy most mentetek le, de szeretnék én is tőletek. Jó, de majd várjál, most jó, én kihasználom jó, a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm, használd ki, na, hogy játszátok a dalomat, és a kedves hallgatóknak tetszik. Tetszik. Egyre többet köszönöm látlak a televízióban. Hogy van ez, kérlek szépen? Milyen csatornán látlak én tégedet? Mondjál csak erről egy picit, egy pár mondatban. Mondom, a Nóta TV-ben vagyok, a Pertu Partiban, és ezt minden nap adnak egyébként, egy nap kétszer is leadnak. Én tudom, elnézem. És kívánság műsorban is vagyok, nagyon sokan kérnek, hála Istenkémnek, nagyon örülök neki, és nagyon szeretnek itt az országban is, és úgy gondolom, hogy külföldön is. Épp most két külföldi úrral beszélgetek egyébként a neten, rajtatok kívül, de közben hallgatom a rádiót is. Nagyszerű. Egy angol úriemberrel és egy szlovák úriemberrel, úgyhogy most nem tudok nekik válaszolni, mert itt beszélek veletek. Úgyhogy hála Tündi, most hál' Istennek nagyon sokan hallgatnak ám minket, nem mondok örülök számot, neki. De egyszer privátban megírom neked, jó? És nagyon sok országból is hallgatnak. Nagyon örülök neki, mert én mindenkit nagyon szeretek, én nem az elsődleges ez, hogy én nem magamért vagyok, hanem az emberekért, és úgy gondolom, ti is. Igen, igen. Hát az emberek tudják, igen. És ennek megvan a gyümölcse, hogy szóval az embereknek a szeretete az éltet bennünket. Nincs. Igen, mondja csak, csupa fül vagyok. Nincs messze, én úgy gondolom, valahova megérkezem, nekem nem az az első, hogy igyak vagy elmenjek, én az emberekhez megyek oda, és úgy látom, és úgy érzem, hogy ti is. Tündi, igen. Én tudom, miről beszélsz, akkor te nem az a típusú ember vagy, amikor elmegyünk egy rendezvényre, és akkor oda jön a rendező, és akkor azt mondja, hogy itt az öltöző, ide külön tudnak vonulni, hanem te az a fajta ember vagy, mint mi, hogy igenis oda megyünk az emberekhez, és fellépés előtt, fellépés után beszélgetünk, kezet fogunk, csókolom, szia, hogy vagy, mert azok az emberek felnéznek ránk, és örülnek annak, hogyha egy mondatot beszélnek velünk. Te is így gondolod, ugye? Ebből ezt veszem ki. Kikikem, én nem is gondolom így, és azt hiszem, hogy ti sem, hát ez... mert ez bennünk van. Amikor megyünk, már átölelem őket, megpuszilom őket, nem azt mondom, megcsokom, de ez komolyan így van, és jönnek oda hozzám. Ez mi vagyunk, ez belőlünk jön, és én úgy gondolom, hogy ez, mi vagyunk azok az emberek, akik még tényleg fogják is ezt a hagyományt ápolni, az identitásunk megmaradjon, ez a mi... ez a stílusunk, igen. Ez a stílusunk. Tündikém, hogy telt a nyarad a fellépésekkel? Egy kicsit mesélj. Volt, hála Istenkémnek. Volt, most nagyon szép nyaram volt.
úgyhogy örülök neki, azt kéne szeretném a Jóistentől a jövőre is ilyen lenne, úgyhogy volt itt az országban is, és több helyen is voltunk. Tudi, új lemez, új dalok, lemezek? Új dalok mindig vannak, mindig én szeretnék majd neked, hogy küldjön nekem a kis táncosa, mert ő rendezi ezeket a dolgokat. Tudom, hogy én adtam neked lemezt, és azokat játszod, és nagyon köszönöm, nagyon örülök neki, és hogyha új dalokat is a kedves hallgatók, hogyha hallanák, mert gondolom neked csak az van meg, amit én egy, hát egy kicsit azért utánad néztem, megmondom őszintén, mert tudod, én varázsló vagyok, és hát ez természetes, és ugye nálunk olyan dal nincsen, amit ne tudjunk, és ugye... Hát akkor örülök neki. Hát persze, de én úgy vagyok vele, hogy például a legújabb dolgokat azért előszedem a sublatból, vagy a hűtőszekrényből, és azért igyekszem, hogy azért jó kis dalokat szedjek össze tőled a világhálón, mert... Na, még valamit szeretnék kérdezni, mert engemet nagyon-nagyon furcsálom, hogy ugye neked van egy lányod, ugye? Egy nagy fiam van. Akkor fiam, és neki van két picikéje. Igen, két és picike akkor hogy kerülnek ezek a kis picik hozzán? És a kettőt hogy tudod egyeztetni? Együtt lakunk. Ja, értem, együtt igen. Lakunk. Aha, együtt lakunk, és segítkezni hát a kell. A mama. Öt ember is kevés lenne. kevés lenne most. A nagyon kemény. Jó. Nagyon kemény, de hát rájuk nézek, és meghalok. Hát ez a szép szemét, meg minden, hát tudod, a gyerekeink igen. Az életünk, mint minden. Megkérhetnélek rá, hogy tennél föl az oldalunkra egy kicsit a két gyerekből egy képet? Ugye kedves, az én kép, a kicsikről, oda, picikről? Nem tudom, nem nagyon értek hozzá, aha, megmondom értem. Őszintén. Jó, ilyen... semmi gond. De jó. Ott van az én lakomon, ha te kiteszed, Mikiként. Meg utána járunk, köszönöm jó? Köszönöm szépen, az én lakomon ott vannak a kis manói. Jó van. És akkor megkérlek. Hát Tündi, megmondom őszintén, én nekem ez az interjú most úgy jött, mint fentről a villámlás, de nagyon jó volt, mert nagyon örülök neki, hogyha a zenész kollégák hallgatnak minket, mert tudod, vannak olyan emberek, akik nem szeretik. Hagyd ne soroljam. Benneteket. Igen. Nem igen. Ugye az egészet tudod, mert hogyha már tudom, nőnek... Tudom, nem. És tudod, miről beszélek, ugye? Igen, hát egyértelmű. Mondjuk ki őszintén, az irigy emberek is nagyon sokan vannak. Mikiként. Vannak. És én azt üzenem az irigy embereknek, hogy én is a semmiből kezdtem. Én nekem nincsenek milliómos szüleim, nem voltak, és igen. Én is úgy kezdtem, ahogy akárki más. Csak igen. Ugye van az agyunkban egy kis picike jut hátul, ami azt mondja, hogy meg kell csinálnom, megcsinálom, akkor is megcsinálom, és ha beledöglök, akkor is megcsinálom. Ennyi. Én szerintem ez a kulcsa. Felemtőképesnek kell lennünk, mennünk kell, agilisnak kell lennünk, és a zene iránti szeretetünk, ami soha nem múlik el, és annak megvan a gyümölcse. Bánatunk van, ha igen. Jó kedvünk van, igen. Hallgatjuk a zenét, és ebből táplálkozunk, ebből jönnek az ikleteink. Nagyon és szépen köszönöm, Timiki Tündi, nagyon szépen köszönöm, hogy hallgatsz minket, és akkor a zsamóra menjen akkor? Zsamóra, igen, köszönöm szépen, és küldöm a kedves hallgatóknak, itt az országban is, és külföldön is, és mindenhol. Mert tudom, hogy titeket is nagyon szeretnek az emberek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És az irigyekkel nem foglalkozunk, mert vannak irigyek is, de vannak ilyenek is, mint mi. De én tiszteletbe tartom mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél minket a telefonnal, és további jó szórakozást, és vigyázz a picikre! Vigyázok, mindjárt esznek, ébrednek. Na hajrá, sziasztok, akkor. Sziasztok, jó éjszakát, szia. Hát ha nagyon szépen köszönjük ezt az interjút, és még azért el szeretném mondani, hogy van egy meglepetésünk a Zsamore Amoréval, amit még az asszonyomnak sem mondtam el az Erzsikének, de majd 10-én meg fogja tudni. Hát akkor... Várjál, mielőtt elküldenéd ezt a dalt, szeretném igen. Én is küldeni a Czenki Andreának, hogy erőt merítsen belőle a holnapi napra mindenféleképpen. És az imént ugye a Kovácsné Deák Erzsikének is szerettem volna küldeni a Most múlik pontosant, mert az a dal, illetve azok a stílusú dalok lemaradtak a Mura keresztúri fellépésünkkor.
Ígérem, hogy legközelebb az ilyen stílusú dalok fognak előtérbe kerülni. És akkor most menjen a Zsamóre? Most menjen a Zsamóre, igen, és a Czenki Andreának is. És ugye, aki kérte, Balogh Tündi, magyar nóta és cigány énekes, vagy roma énekes, és nagyon ügyes, hát akkor csenduljon a dal. Zsamóre, Zsamóre, amóre, elvitted a szívemet örökre, nem tudok gondolni a jövőnkre, mert elhagytál. Zsamóre, Zsamóre, amóre, elvitted a szívemet örökre, nem tudok gondolni a jövőnkre, mert elhagytál. Rossz volt, ha mint hozzád, mégis bíztam benne, hogy te megbocsájtod, itt maradsz örökre. Zsamóre, Zsamóre, amóre, elvitted a szívemet örökre, nem tudok gondolni a jövőnkre, mert elhagytál. Zsamóre, Zsamóre, amóre, könnyeket csal a szél a szemembe, vágyom, hogy lássalak nevedbe, s hogy visszatérsz. Rossz voltam én hozzád, mégis bíztam benned, hogy te megbocsájtod, amit tettem vélem. Zsamóre, Zsamóre, amóre, elvitted a szívemet örökre, nem tudok gondolni a jövőnkre, mert elhagytál. Zsamóre, Zsamóre, amóre, könnyeket csal a szél a szemembe, vágyom, hogy lássalak nevetve, s hogy visszatérsz. Vágyom, hogy lássalak nevetve, s hogy visszatér. Hella, ki passza, ki passza, Zsa! Zsamóre, Zsamóre, amóre, elvitted a szívemet örökre, nem tudok gondolni a jövőnkre, mert elhagytál. Zsamóre, Zsamóre, amóre, könnyeket csal a szél a szemembe, vágyom, hogy lássalak nevedbe, s hogy visszatérsz. Hella! Zsamóre, amóre! Énekelte a Merci együttes, ha hiszik, hanem ez volt az első albumunknak az címadó dala. És akkor még közben az szolgálati közlemény. Kedves Koscsevics Melinda, drága, ezt a dalt nem a Balogh Ildikó kérte, hanem a Balogh Tündike, aki nóta énekes. A Balogh Ildikó csak remélem, hogy meghallgatta. De ő is kérhet dalt különben nyugodtan. Természetesen, és szokott is. Én tudom, hogy mi az ő kedvenc nótája, amit remélem, hogy még bele fog férni az időnkbe, és el is fogjuk húzni. Anya, én hogy köszönjek a Matulik Marikának? Szia, látom, Matulik Marci! Hoppá, ide bejött. Most vettem észre. Hogy pörög ez az oldal? Olyan gyors, sőt, megint bekukantott itt a Major Gabika is, őt is köszöntöttem már. Szia, Gabi! Örülök neki, hogy bekukantott, sőt, a Szép Jolikának is megköszöntem, hogy Angelina Jolie
albumára, tehát címlapra kerültünk az újságjára, és tényleg nagyon jól esett ez a dolog. Aztán itt pörög, pillanatok alatt röpködnek itt az oldalak. Azért a beírások, is, igen, persze. Igen, csak úgy... Na, menjünk anyu tovább a kérésekkel, mert... És akkor Nagy Imréné Gyöngyike kérte, átölelsz még Zalatnai Saroltától, és ez a szám életem legszebb időszakára emlékeztet, és sajnos, akivel ezt átéltem, már nagyon rég nincs.